Látványos szaltókat mutatnak be a tornászok. A 23. salgótarjáni tornatáborban ilyen akrobatikus mozdulatokat is láthattunk. Az edzések többszeren zajlottak a Madách Imre gimnázium tornatermében, ahol a ritkaságnak számító felemás korláton is képezték a tornászokat. A Madách gimnáziumban jutunk olyan versenyszerhez, ami a tornasportban nélkülözhetetlen. Szinte tudomásom szerint azt lehet mondani, hogy már a megyében sincsen felemás korlát, vagy ha van, az nagyon régi balesetveszélyes. A felemás korlát mellett talajon, gerendán, szekrényen, nyújtón és trambulinon edzettek a fiatalok, és a sok gyakorlásnak meg is van az eredménye. Nagyon-nagyon elégedett vagyok, hiszen talajon ugorják már a rundel szuplét, ugorják a csavartszaltót, ugorják a zsugor, illetve biskaszaltókat. Gerendán ott tartunk, hogy a leugrásoknál szuplék mennek a zsugorszaltók, tehát már a gerenda végére rá tudja tenni a rundelt. Azért a gerenda egy elég kutyaszer, mert egy 1 méter magas, 5 méter hosszú, 10 centi széles úgynevezett gerendán gyakorlatot végrehajtani azért az nagy merészség. A Gagarin DS-e tornászai szépen szerepelnek a diák olimpiákon. Nemrégiben Pásztún a Petrecki Zsuzsa torna emlékversenyről számos aranyérmet elhoztak. Azon a versenyen a 4 éve tornázó Sáfrán Sára Rebeka egyéniben és csapatban is indult, és 6 aranyat nyert. Különféle gyakorlatokat próbálunk megtanulni, például a hátraszaltókat, flikkeket, a felemás korláton hosszú billenéseket, és azért szeretek tornázni, mert erősíti az izmaimat, hajlékony leszek, és jó a testnek meg a léleknek. Az edzőtáborban a versenytornászok mellett sok fiatal most kezdett megismerkedni a tornasportág alapjaival. Mindenféle forgásokat, ugrásokat, érkezéseket gyakorolunk itt. Az a jó, hogy bárki jöhet ide, tehát akinek van tapasztalata, az is jöhet, akinek nincs, mert a segítők is nagyon rendesek, segítenek, hogyha olyasmi van, hogyha nem jól érkeznél. Leginkább szerintem a talajtornába tudtam fejlődni, mert az pocsékul ment nekem. Sokat fejleszt engem, mint testileg. A testi koordinációmban nagyon sokat segít. Segít a testnevelés órákon való részvételemben. Ha például előveszük testnevelés órán az alacsony ütőt, akkor már nem nehéz rajta egy torna gyakorlatot előállítani. Az 5 napos tornatábor munkáját szakképzett edzők vezették, valamint több korábbi tornász tanítvány is a segítségükre volt. Mivel már, ahogy nem tornászok, így viszont, hogy segítek, teljesen más minden, mert végül is segíteni sokkal nehezebb, mint megcsinálni, mert sokan nem tudják, és akkor nekik sokat kell segíteni, mert nem tudnak felmenni a kelep fellendülésbe, ott emelni kell rajtuk. A Gagarin DS-e az A-kategóriás tornaversenyeken az indulást még nem tudja vállalni, a meghatározott elemek és a fokhíjas csapat miatt, de a céljuk az, hogy ezen változtassanak. Azt mondom, hogy 8 fő még 100%-ban nem áll készen. Szeretnénk ezt megpróbálni, ez a célunk. B-kategóriában, területi döntőn 4. helyezést értünk el ebbe az évbe, 2/10 maradtunk le a dobogós helyről. És hogy miért érdemes tornázni, arra számos magyarázat van. A gyereknek az akaraterejét, az egyensúlyi érzékelését, a gyönyörű mozgását, a tartását, a kitartását a sportág iránt, vagy egy-egy gyakorlatnak a végrehajtásánál, ha szembe találkozik egy olyan helyzettel, amikor rontott, hogy azonnal tudjon korrigálni, tulajdonképpen a közösségi érzését, az, hogy szurkoljon a társáért, az, hogy nekem is eredményt kell elérni, az, hogy a társamnak is eredményt kell elérni, tehát nekem a csillagos ég a torna. A Gagarin DS-ében az alsó tagozatosoknál most kezdték el építeni a csapatot, és ez a tábor is arra szolgált, hogy a legügyesebb gyerekeket már fiatal korban bevonzzák a torna világába.